Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Középen itt felül és alul a képek utalnak az ő gondolataira. Itt vannak külső befolyások, támadások. Neki meg kell védenie magát. Az is lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy te vagy ebben a helyzetben, és nálad vannak kihívások, és védeni kell magadat. Te kimutatod a bátorságodat. Nála vannak tervek, ötletek, de nem tudja, hogy lehetne ezt megvalósítani. Hiszen itt a kép mutatja az ő lépéseit, de nem tudja, hogy mi történik, ha egy lépést előre tesz, megmarad a talaj a lába alatt, vagy lezuhan a mélybe. Ez kivált nála bizonytalanságokat. Az érzelmeit itt látjuk bal oldalon. Mindkét képen a kard van, jelent komoly döntéseket. A karddal el tud vágni bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat. Ezek lehetnek félelmek is, hogy átteszi magát a félelmeken. A kardok jelentik a levegő elemét. A könnyűséget, a mozgást, az ötleteket és a kommunikációt. Kezdetben még olyan, mint egy kisfiú, ám bizonytalan, holott vannak tervek, ugyanúgy, mint itt is látható, de nem tudja még, hogy tudná ezt megvalósítani. De ebből a kisfiúból lesz egy felnőtt férfi, benne van ebben a változásban, hogy meg lesz ahhoz a bátorsága, hogy előre vigye a dolgokat, hogy próbálkozzon, és keresni fogja veled a kapcsolatot, hiszen beszélni akar veled. Nála vannak emlékek a múltból. Itt látható a gyermekkor, kihat az érzelmeire. Itt a kártya utal nosztalgiára is. Azt is jelentheti itt a kép, hogy vannak emlékek a múltból, vagy valaki visszatért hozzá a múltból. Mit fog tenni irányodba? Itt látható, hogy vannak lehetőségei a céljait elérni, de az a fontos, hogy feléd közeledjen. Ezt megteszi, sőt, átnyújtja számodra ezt az aranykelyhet, ami utal az ő érzelmeire. Megbízik benned, hiszen tudja azt, hogy te is szereted őt. Sőt, itt megvan a gyógyító erő, a közelség, a kapcsolat. Itt kialakul egy szép szerelmi kapcsolat, egy párkapcsolat. Ez a felvétel június 23-án jelenik meg. Ezen a napon a hold az Uttarasadha holdházban van, ami jelenti a kívánságokat, az álmokat, a vágyakat, és itt fontos az, hogy ezek az álmok megvalósuljanak. De itt kell a hit. Itt lesz egy isteni segítség, vagy kell egy ima ahhoz, hogy ezek az álmok megvalósuljanak. Itt nem csak az a fontos, hogy legyen egy magabiztos fellépés, hogy legyenek célok, vagy legyen egy találkozás, hanem ennél a holdháznál az is fontos, hogy meglegyen a lelki nyugalom, ez a lelki béke, vagy van köztetek egy lelki kapcsolat. És megnézzük, hogy még mit mutatnak a kártyák. Milyen kihívások vannak.
Itt láthatóak a halak, a két kártya összefüggésben áll. A halak jelentik az anyagiakat, vagy a munkahelyet. Lehet ez egy munkahelyi kihívás, vagy azt is jelenthetik a képek, hogy valaki ki akar téged anyagilag használni, és erről van szó. Itt látható, hogy ő bizonytalan, de itt mellette megjelenik a kígyó, ez lehet egy mellékút is, vagy a transformáció, hogy neki még időre van szüksége ahhoz, hogy a terveit megvalósítsa. A kígyó lehet egy nő is, és lehet, hogy emiatt bizonytalan, mert úgy érzi, hogy a nő figyelgeti őt, és lépésről lépésre figyeli őt, és tudni akarja, hogy mi a terve, hogy melyik irányba mozdul ki. Itt az emlékek. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt a gondolataiban, az érzelmeiben gondol rád, itt vannak szép emlékek a múltból. Milyen kezdet lesz? Ez az új kezdet szerencsét fog hozni mindkettőtök számára. Melyik irányba halad? Mik a tervei? Ez lehet egy utazás, például egy közös nyaralás tervezése. Itt most kettőtökről van szó, erről a szerelemről. Ah, itt látható a szív, tehát megbízhatsz benne, ő szeret téged, te is szereted őt, itt a szív, itt a kehely szintén érzelmekre utal. És egy új irány. Itt van a nyilvánosság. Ő találkozni akar veled a nyilvánosságon, felvállal téged a nyilvánosságon, büszke rád, és az érzelmet. Itt ez a torony, ez a kép szimbolizál egy tornyot. Itt látható, hogy mennyire nagyok a tervek, amit ő el akar érni, de ez a torony még utalhat korlátozásokra. Lehet, hogy nem meri mindig kimutatni nyíltan az érzelmeit, hiszen itt érzelmekről van szó. Az ő aktuális energiája. Itt a virágcsokor jelenti a te szépségedet, a te nőiességedet, egy szép környezetet, vagy hogy ő tervez veled valamit, például egy utazást, itt a szerencse, és lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, hiszen ő meg akar ajándékozni téged. A te jelenlegi energiád, a hold, ez a kép jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, de az anyai érzelmeket is. És ez volt a szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy örülnék annak is, ha meglátogatnál a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!